tényleg a mai napig visszük a saját cégünket, és nekem az alapvető értékelem az, hogy nem taníthatunk semmi olyat, amit nem tudunk a saját életünkben példaértéken megmutatni nektek. Minden alkalommal próbálnak olyan témával előállni, ami a vállalkozások zömét foglalkoztatja, mondta Hornok Jenő, térségfejlesztési koordinátor. A céges generációváltás statisztikai adatok alapján elég sok vállalkozást, családi vállalkozást érint, nagyjából 130 ezres létszámot, és azt gondolom, hogy ez olyan terület, ami nem nagyon kerül előtérbe napjainkba, kicsit mintha így a cégvezetők nem fordítanának elég figyelmet rá, vagy a tulajdonosok, holott az adott vállalkozás hosszú távú fenntarthatósága és működése szempontjából ez roppant fontos és érdekes téma. Az összes ágazatot érinti ez a nehézség, ezért minden érdeklődő számára tudtak hasznos tanáccsal szolgálni. Azt gondolom, hogy tanulni fogunk mi is, mint kamara belőle, és azt gondolom, hogy majd a visszajelzések is pozitív irányba mozdulnak, és akkor erre építve akár majd ezt a témát folytatni is tudjuk mélységében. A megjelentek Szexárdon meghallgathatták Lackó Pétertől, hogy alapjaiban hogyan kell lezajlania az átadás átvétel folyamatának. Erre érdemes nagyon odafigyelni, lévén, hogy még nemzetközi szinten is az első generáció váltását, még nemzetközi szinten is csak a vállalkozások 30%-a éri túl. Tehát meg fogom mutatni, milyen alapvető feltételek kellenek ahhoz, hogy egy generációváltás sikeresen végbe tudjon menni. Milyen buktatói vannak ennek, és természetesen adok olyan megoldást is, amit ha az itt ülő hallgatók, ha figyelembe vesznek, és a saját vállalkozásaikra sikeresen le tudják képezni, akkor már van esélyük arra, hogy sikeresen végig tudjanak menedzselni egy generációváltást. A kamara tervez a közeljövőben egy adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos előadást is, ami a visszajelzések alapján szintén időszerű napjainkban.